Kifejezetten fűtési támogatás jelenleg nincs, ám a paksi önkormányzat kétféle módon is segíteni tudja a rászorulókat a téli időszakban. Egyrészt a rendkívüli települési támogatással, illetve a lakás fenntartási támogatással. Mindkettő szolgálhatja azt a célt, hogy a fűtésre kapja a kérelmező. A lakás fenntartási támogatásokat a távfűtéses lakásban tudjuk közvetlenül a szolgáltatónak utalni, áramra, gázra, netán a távfűtésre, és a rendkívüli települési támogatást pedig fa formájában tudjuk biztosítani természetben, tehát aki fával tüzel, az a települési támogatást így kaphatja meg. A rendkívüli települési támogatást háromszor lehet igényelni egy évben, de a fa különös méltányosságnak minősül, ebbe nem számít bele. A kérelemnél jövedelem határ van, a hozzájárulás mértéke függ a család összejövetelétől, vagyis az egyháztartásban élők számától. Ez 5 mázsától akár a 15 mázsáig fa esetében, a lakásfenntartási támogatást pedig képlet alapján számoljuk ki, tehát ez is változó a család összetételétől. Mindkét támogatást lehet egész évben igényelni, de a kérelmek száma általában a fűtési szezon elindulásával növekednek meg. Évente több százan veszik igénybe ezeket a hozzájárulásokat. A kérelmekhez jövedelem és vagyonnyilatkozatot kell kötelezően csatolni. A támogatásokról bővebb információt a polgármesteri hivatal szociális osztályán kérhetnek az érintettek, illetve a Paks kistérségi szociális központban.